pedig Profit Kitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. Úgy is mondhatnánk, hogy hő. Mert hogy ez a Millás reggeli illetlenség világnapján átnyújtott kiadása. Te meg mit nézel? Hogyan hívnak? Mi a te neved? Ezt kitalálta ki. Nem tudom, ez világnap. Illetlenségnek minden nap világnapja van, azért nem értem. Mert hogy nem vagyunk túl jól neveltek, és hát most akkor ennek még világnapot is szentelnek, bár nem rossz ötlet, hogy felhívjuk rá a figyelmet. Úgyhogy... És akkor van külön a igazi taplóságnak, gyökérségnek? Nem tudom egyébként, hogy mi... Hogy vannak ilyen apró illetlenségek is, meg vannak nagy, ahogy te fogalmaztál, meg taplóságok. Ki jegyzi be? Ki választja meg az időpontot? Melyik az a szervezet, ami ezt nyilvántartásba veszi? Vagy hogy bármikor mi is kitaláltunk, hogy tényleg a... Szerintem, igen. Miért lehetne elálló, a Millás reggeli világnapja? Elálló fülvilágnapja. Igen. Vagy... És, de most bármiről... Vagy a fájó vádli világnapja, vagy nem tudom, lehetne ilyen. És jobb behekkeljük a Wikipédiára, és akkor már rögtön hát az lesz, hogy hogy megy ez? Nem tudom, nem tudom. És különösen fontos az, hogy a Rokkannak napja is ma van. Remélem, hogy nem összefügg a kettő. Tehát nem azért van az illetlenség világnapja, mert olyan bénán tudunk bánni a rokkantakkal. De hát ezt már nem is így mondjuk. Már nem is szabad így mondani. De ez ide van írva nekem. Igen, mozgássérültek. Vagy... Na, az már más. Vagy fogyatékkal élők. Nem, az korlátozott van már. Igen? Hát, nem vagyok PC, hát az illetlen vagyok. Én sem vagyok teljesen up to date a PC-ségben, de úgy rémlik, hogy utoljára már az sem lehetett. Nem lehetett az se, hanem? Nem, a sérültet nem használhatjuk. Aha. Ugye a korlátozott talán. Nem tudom. Vagy, de hát minden esetre nem könnyű nekik, úgyhogy ők viszont tényleg megérdemlik, hogy egy külön akár legyen. Így van, akár mi is a PC megfogalmazás mostanság, az tök fontos, hogy rájuk gondoljunk és foglalkozunk velük mindig, igen. Ez a Millás reggeli egyébként itt a 90.9 Jazzy Rádion az illetlenség első világnapján ezért nem mutatkoztunk be. 2008-ban volt egyébként Budapesten az illetlenség első világnapja, és hát, hogy azóta megrendezik-e, semmit nem tudunk róla, viszont azt tudjuk, hogy a két műsorvezető ma, az egyikük természetesen Ács Gábor, a másikuk Mihálovics András. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Hát jó lenne, mert nincs mozgó, vagy morgószerda, mozgószerda az biztos van néha, de hogy milyen illetlenség a bosszantó a drága hallgató közönség számára, az viszont nagyon érdekelne bennünket. Nem tudom, téged mi bosszant? Mely illetlenség? Az, hogy bánok veled, mikor megérkezel a stúdióba, rendre, az... De az nem illetlenség, az... Nem. Egyébként mi az illetlenség, és mi a... Az, hogy nem köszönsz, mikor bemész egy üzletbe, az mondjuk illetlenség. De mondjuk az illetlensége, hogyha nem indexelve közlekedsz nagy teljesítmény autóddal. Nem, az egész, az már a szabályben nem tartása, és a másik veszélyeztetése. Az már egy másik kategória, az biztos, hogy nem az illetlenség. Hát figyelj, igen, ha nem köszönsz. Nem engeded előre. De ez is egy olyan, nagyon furcsa, mert azt nem győzöm elmesélni azt a történetet, mert nagyon megrázott, ez Finnországban történt, hogy ugye én igyekszem azért illő módon viselkedni, nem mindig sikerül természetesen, de például az, hogy előre engedjek egy hölgyet a tömegközlekedési eszközön a leszállásnál, az például ilyen reflexzerűen megy. Mm-hmm. És Finnországban is ez történt, hogy megtorpantam, hogy menjen le az anyuka, és hát láttam, hogy dühös, és valamit magyarázott finnül, amit én nem értek, nem beszélek, viszont a kísérőm utána, miután a hölgy morogva, puffogva elment, akkor elmondta, hogy az volt a baja, hogy mit képzelek én, ő nem hátrányos helyzetű, és nem
Ja, hogy miért engedted előre? Fogyatékkal él, és nem tudom én micsoda, miért kellett őt előre engedni. Aha. Hát ott azért egész más számít illetlenségnek, ott pont ez számít illetlenségnek, csak nem tudom, hogyha így letarolom, és úgy lemegyek, jó, nyilván az, hogy nem engedem le, meg félrelököm, az két külön kategória, vagy előre engedem, és vagy félrelököm, az két külön kategória, de tök furcsa volt nekem. Tényleg utána egy napokig agyaltam, hogy így mit kellett volna tennem, tehát így... Mert egyszerre értünk az ajtóhoz, és én megtorpantam, és előre ment, és utána visszafordult, és tudod, ez a tö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 t
De még országon belül is van, aki ezt valószínűleg kikérte volna magának, más meg azt, hogyha az ellenkezőjét csinálod. Hát van. Te is találkoztál a harcos feminizmussal? Hogyne, persze. Neki nem. De Finnországban. Ja nem, Finnországban nem. Tehát én régen éltem Finnországban. Ja, akkor még nem volt feminizmus. Vagy nem volt harcos legalább. Nem volt még ilyen annyira. Jó, Isten éltesse a Diánákat, nevük napja van ma, és azért nagyon fontos, hogy hozzáadott értéket is pumpáljunk bele, mert Diana ugye a vadászat istennője volt a római mitológiában, azt jelenti, hogy a ragyogó, és hát ugye volt a görög mitológiában is a vadászatnak istennője, őt Artemisnek hívták, úgyhogy ahogy mit jelent pontosan, azt nem lehet tudni, hogy honnan jött a ragyogóból, mert hogy nem lehet tudni, hogy milyen eredetű szó a Diana egyéb iránt. Aztán boldog születésnapot a The New York Timesnak. 1851 óta jelenik meg a lap, az nagyon durva. Az első száma pont szeptember 18-án került az újságos standokra, hogy ilyet pufogtassak. 1 centért lehetett megvásárolni, és 5000 példányt nyomattak azóta. Ugye azt hiszem a New York Times-nak van ez az új előfizetési modellje, nem? Vagy ők sokaknak, az első között. Szinte mindenkinek most már igen, van, mert... de ők kezdték el az elején, és hogy így mindenki kíváncsian várta, hogy nekik bejön-e egy ilyen nagy múltú napi lapnak az, hogy az online tartalmakért fizessenek az olvasók. Egy részért, egy részért, igen. Na nálunk is, mi is kíváncsian várjuk, hogy nálunk mennyire lesz sikeres, igen. Igen. Drukkolunk neki. 1998-ban megalakult az ICANN, az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Ez ugye eddig nem mond túl sokat a hallgatóközönségnek, de ezek a doménynevek ellenőrzését és kiosztását végzi, ezért van .hu a magyarországi honlap címek mögött, és ezért van például .com a nemzetköziek, vagy .org, vagy .info. Úgyhogy nagyon fontos szervezetről van ám szó. Aztán születésnaposok közül 1709-ben ide írta nekem a szerkesztő, hogy említsük meg Samuel Johnsont, az első angol szótár elkészítőjét. Addig nem volt szótár, amíg ő színre nem lépett. Ezen én meglepődtem. Aztán Léon Foucault, francia fizikus, ha jól ejtem a nevét, azt nem tudom, és Slagta Margit, szerzetes, feminista, politikus, az első magyar női országgyűlési képviselőről van szó, 1884. szeptember 18-án született, Foucault, francia fizikus, pedig 1819-ben. Az isteni Greta Garbo, svéd színésznő, az tényleg igaz, hogy róla nevezték el a Garbo pulóvert? Persze. Na mindegy. 1905-ben született szeptember 18-án, és Didi Ramon, német-amerikai dalszerző, basszusgitáros. A dalszerző, ez annyira jó. Már amennyire, ugye, szereted a nem Blitzkrieg Boppot? Amit? A Blitzkrieg Bop. Bop, nem tudom. Nem szereted a Ramon ezt? Meg elhallgatom, de hát ön... Hát pedig azt hittem, hogy te ilyen bánk irányba nagy is kicsapogat. Nagy értéknek nem nevezném. Hát mégis mennyi pólón van rajta? Jó, majdnem hát én is rendeltem egyet. Azt megértem. Csajokon is. Az nagyon jó volt. Nem tudom, ki csinálta azt az interjú sorozatot, mikor kimentek a szigetre, és amikor zenekaras pólóban megjelent valaki, akkor oda mentek hozzá egy kamerával, és mondták, hogy mondjon 3 számot. Attól a zenekartól, aminek a pólóját viseli. Egész meglepő válaszok születtek. Főleg a Csajokon volt ez a Ramones póló, azt se tudták, hogy ez egy zenekar. Igen, sokan. Igen. Na, érdekes. Aztán 1961-es évjáratú James Gandolfini, amerikai színművész, producer, és az ember, aki remekül trombitált,
megnyerte néhányszor a Tour de France-ot, és elsőként járt a Holdon, Lance Armstrong. Ugye ismerős ez a mém, nem? Ami... Nem, ez a mém nincs meg, de nincs meg? Ahogy így előadtad, már elbírom képzelni, milyen lehet a mém. Igen. Egyébként kerékpárversenyző Lance Armstrong is nagyon csúnya véget ért, ugye a pályafutása, lást hozzáadott érték, ugye mindig nagyon figyelek Ács Gáborral, hogy a hozzáadott érték meg legyen. Ugye lefényképezték, mikor lecserélték a vérét egy autóba. Az megvan? Az a nincs, kép? Nincs. Az nagyon megdöbbent. Hogy bukott meg? Ebből indult az egész? Hogy ebből indult, de az biztos, hogy van egy fény. Ezzel járt be, ugye az ő dopping ugye lesöpört mindent egy időben a sajtó termékek címlapjáról, és azzal illusztrálták, hogy fekszik egy mentőautóba, lóg ki belőle, vagy nem tudom, hány cső, és épp állít, ugye azt ábrázolja a felvétel, hogy cserélik le a vérét. Az milyen már? Na mindegy. Én bele sem merek gondolni a hidegráz tőlem. Na, és egy nagyon fontos dátum abból a szempontból, szeptember 18-a, Jimi Hendrix amerikai rockzenész, gitáros és énekes 1970-ben tisztázatlan körülmények között ezen a napon hunyt el. Az összeesküvés elméletek közül kiemelném azt, hogy ki akart szállni, és a menedzsere, és a nem tudom, tehát nagyon durva összeesküvés elméletek vannak az ő halálával kapcsolatban. Az összeesküvés elméletek gyártása és közlése nem tartozik a hozzáadott érték biztosítása kategóriába. Hát pedig biztos nem tudják. Egy biztos holtan találták Londonban a Samarkand Hotel alaksorában. Halálának körülményeit mindeddig nem tisztázták. Ennyi. Hát pontosan 50 évvel ezelőtt. Igen, igen. No, akkor! Jó, akkor. Jön egy jó hát Jimi Hendrix. Nem Jimi Hendrix jön, de tudtam. Nem jelezted elővetesen, hogy igényt tartanál rá. Néha már elővettük, de inkább a születés napján szoktuk arra emlékezzünk. Hát a vadászat szóba került, illetve a vadászat istennője, meg hát egy hat... Akkor a hobótól jön a vadászat? Meg ekkora vadász ül velem szemben, meg kicsit föl is kéne pörgetni a hangulatot, hogy olyan pörgős vadászos dal. Akkor legyen ez. Több szempontból is erőnyös így kezdéskor.